szép, azt ki mondja meg, a fáról leső, pirosló megy, termőfának mind az ága, gyümölcsöknek sokasága. Csak a fényt keresem. Ezzel a címmel nyílt kiállítása a Real Kata textil képkészítőnek. Elmondása szerint a rajzolás, festés nem volt jellemző rá. Nyugdíjas korában érte utol a késztetés, hogy textil képeket készítsem. Én tényleg csak a fényt keresem. Tehát nem az árnyékba akarok bújni, és nem a sötétbe akarok botladozni, amint írtam a versbe is, hogy félek a sötéttől, szenvedek, és fényt egymásra kell ragyognunk, tehát mi emberek ne gyűlölködjünk, hanem igenis egy kis fényt ragyogjunk egymásra. És ahogy a versbe is írtam, hogy ha mindenki egy kis fényt ragyog, akkor a sötétség, az árnyék az el fog iszkolni, eltűnik, de hát sajnos nem ilyen világban élünk. Real Katának 2004-ben készült el az első alkotása. Régebben is mindig kézimunkáztam, kötöttem, hímeztem, horgoltam, és készült egy kép, ezt már többször el is mondtam más helyeken, hogy készült egy kép, és az ilyen keresztszemes öltésekkel, és elfogyott a fonál. Elfogyott a fonál, és nem találtam másikat helyette, és akkor kitaláltam, hogy ugyanezt a képet én megcsinálom textil darabokból. Tehát onnan jött az ötlet, az első kép, és így elkészült az első textil képem, az Éjszaka címet viselő, majdnem másfél méter nagy széles kép. Említettem, hogy én portrékat még nem próbáltam, tehát valószínű abban nem lennék jó, de úgy élményeket, képek, tájképeket azt szívesen csinálom, megörökítem, és ebbe lelem örömömet. Az alkotó azt mondja, autodidakta módon sajátította el a textilképek készítésének technikáját. Egyszer csak jött az ötlet, hogy textil darabokat fel lehet használni, és akkor tulajdonképpen én a semmiből varázsolok valamit. Ugye most nagyon divatos ez újrahasznosítás, hát én a textiliákat újrahasznosítom. A képek készítése mellett az alkotó verseket ír, így gyakran előfordul, hogy ezek kapcsolódnak, vagy éppen egymásból születnek. Hol a vers készül el előbb, és hozzá a kép, vagy fordítva. Tehát összhangban vannak. Nem mondom, hogy minden képhez van vers, de nagyon sok képhez van vers. A virág is kedvencem, a tájak is, az élmények, hát nem tudom megmondani, hogy mi a kedvesebb. Egy időben, az első időben, akkor virágot készítettem, és mikor láttam, hogy meg tudom csinálni, akkor úgy voltam, hogy már más szemmel, nagyon szeretem a virágokat, de más szemmel látom őket, és akkor amikor egy kis százszor szépen lehajolok és megnézem közelebbről, a férjem annak idején azt mondta, hogy te megint valamint töröd a fejed, te megint valamit akarsz kreálni, és akkor mondtam, igen, te azt úgyse fogod tudni megcsinálni. És akkor elővettem egy élő virágot, mert úgy szoktam, hogy élő virág van a kezembe, és az tökéletes mását akarom elkészíteni, és akkor egy ilyen alapra, úgy mondom, hogy alapra, tehát amire rádolgozom, arra rátettem egy élő virágot, meg rátettem az én általam készített virágot, és oda tettem a férjem óra elé, tessék, akkor most mondd meg, ne nyújj hozzá, de mondd meg szemmel, melyik az igazi. Nem tudott különbséget tenni. Változó, mert ott hátul azok a nagy képek, azokon általában, nem általában, hogy körülbelül egy hónapig is dolgoztam. Tehát igaz, hogy nem a nap 8 órájában, mert az képtelenség, tehát roppant nagy figyelmet, türelmet igényel, azokat egy hónapig készítettem. Hát egy kisebb képet, az rövidebb idő alatt. A kiállítást május 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők.